Mihest, a fő, városi főútvonalakról a Pilis fele fordulok, megváltozik a világ, meg a közérzet. Megfizethetetlen az az érzés, és elmondhatatlan. Nem nagyon tudom jellemezni, hogy egy csodálatos dolog ebbe a millióbe jönni, érkezni. Esetenként, amikor elmegyek, az is nagyon kellemes, mert tudom, hogy miért megyek el. De a hazajövetel, az mindig tutira. Fantasztikusan jó nekem. Srácskoromban Angyalföldről Margit-sziget jelentette nekem a mai értelembe vett Beverly Hills-t. Ott láttam először zöldet, erdőt, szépséget, állatkertet, pávákat. És ez úgy rögzült. Rögzült ez a dolog, egy nagy kontraszt volt, mert Angyalföldön csak gyárak voltak és bérházak. Széles járdák, ahol meg lehetett tanulni focizni, egyérintőzni. És ez a zöld élmény, ez onnan datálódik. Ma én vagyok az öreg kemény Dénes, és ez egy hízelgő dolog, mert ezt is hallom az uszodában azoktól, akik nem ismernek. Úgyhogy hát az a szerepem, hogy fölneveltük a feleségemmel, a nevelő anyjával, aki fölnevelte. Én nem akarok magamnak nagyobb jelentőséget tulajdonítani a tényeknél. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy a szülőanyja agyát örökölte, aki közöttünk 300 villamosmérnök között a legjobb matematikus volt. Na most miután a póló egy szellemi sport, a gondolkodás sebessége, a gondolatok tartalma, a praktikum, a rövidítés, hogy nagyon kevés szóval, tettel, nagyon sokat kell csinálni, erre született. Úgyhogy ő bármit csinált volna, magas szinten csinálja. Kölök korában ő volt a kisfecsó, manapság pedig, ugye fordult a helyzet, én vagyok a kemény Dénes apja. Bittang módon szeretem a tehetséges embereket. Ami nem jelenti azt, hogy nem szeretem, aki kevésbé tehetséges, de ez lehetséges, hogy megnyilvánult a kezelésében, a gyerekekhez való hozzászólásaimba, a megnyilvánulásaimba. Aki nagyon tehetséges volt, annak én mindig valahogy próbáltam megadni azt, amit megérdemel. Tehát gyakorlatilag nem volt soha cserkész szemléletem, hogy mindenki aranyos, aki már 2 métert le tud úszni fél óra alatt, az ugyanaz, mint a Kásás Tamás és az összes többi, aki ilyen szintre jutott. Imádom a tehetségeseket, ma is. Ma is vannak nagyon tehetséges gyerek. Az az edző, akinek a tevékenysége során nem automatizálódik az a folyamat, hogy a gyerek az életre nevelődjön, az nem edző. Én ilyet, hogy az életre készül kisfiam, ezeket az MB3-as szövegeket én nem szoktam használni. Személyes példák, ha nem is az, nem az enyém, nem az edzőim, hanem amit bemutatok, amit láttatok. A magyar uszodában nem egy gond. A magyar fővárosi uszodában nem egy gond a Margit-szigeten, vagy a Komjádiba. Csak körülnézel és földobsz egy kavicsot, olimpiai bajnokra esik. Jó példával előjárni. Az edzőnek csak föl kell hívni a figyelmét. Nem saját magára, hanem a példákra. Minden magyar gyereket vízbe kell indítani. Akármilyen sportágra lesz később tehetséges. Mindössze azért, legfeljebb párhuzamosan egy kicsit mást is csinálhat, mivel a tüdőkapacitást, a szívméretét, a keringési rendszerét csak az úszással és a vízzel lehet megszerezni. Aki innen vált máshova, az automatikusan magasabb szinten folytatja a másik sportágban. Nem is értem. Magyarországon meg 2-3 éves korban elviszik.
biliárdozni, ide-oda, amoda. Tegnap láttam egy 4 éves gyereket ökölvívó edzésen. Idézőjelben mondom, ne sértődjön meg senki, a hülyék ország. Saját gyerekének akar rosszat. Még mindig boxol, még mindig lehet belőle paplaci, hogy a 15 éves korában viszi el. És addig meg megcsinálja, csúnyán mondva. Megcsináltatja. Dobogókő egy arborétum. A maga valóság. Van egy haverom, aki mindegyik domnak tudja a nevét, meg egyéb részleteket, én meg egyikét se. Én így összességében bámulom és élvezem. Mi szoktál csinálni itt fönt egyébként, mondjuk kikapcsolódás szempontjából, ha van ilyen? Zenét hallgatsz, kirándulsz a feleségeddel, olvasol. Mit szoktál csinálni? Kérlek szépen, írogatom azokat a dolgokat, ami a pólóval kapcsolatos, bármilyen természetű. Úgyhogy halmozom az alapot, az alapanyagot ahhoz, hogy egyszer ebből lehessen akármi is, de lehet, hogy már a Dani fogja megcsinálni, és nem én, amennyiben erre egyáltalán igényt tarthat, vagy tart. Hát de te igényt tartasz, tehát azért. Hogy ő megcsinálja? Én magam felé igényt tartok. Akkor nincs ez a pont. Na de hát egy ilyen halál előtti helyzetben. De milyen halál előtti helyzetben? Hát az emberi halál. Van egy ilyen praxis, megfigyeltem. Senki nem élik örökké. És ugye hát régen közelítek a célhoz. Hát gondolj arra, hogy messze az átlag fölötti kort szerencsére, hála Istennek megértem. Tehát öreg vagyok, nem hülye. Kalkulálni, számolni tudok, úgyhogy jobb erre fölkészülni. Már arra fölkészültem, hogy a halálom hírét senki nem fogja tudni a családon kívül, meg a legjobb barátaimon kívül, csak a temetésemét se. Azt is csak utána. És mi a helyzet a lobbanékonysággal? Hát marha nagy balhit fogok csinálni a végén, az biztos, hogy valahogy megpróbálok talpon maradni, de nem sikerült még senkinek. Minden a család és a póló körül mozog. Van egy elképzelésem, hogy nagyszerűen dolgozik a Kósz Petővári kettős a kollégákkal, a Kuna Petivel és a többiekkel Leány falun. Hogy kint voltam ott olyan csodálatos környezetben, olyan fantasztikus millióbe. Szeretném rávenni őket, hogy ne álljanak meg az utánpótlás szinten való tevékenységgel, hanem törekedjenek az élvonalba. Mert ez egy olyan kincse lenne a magyar vízilabdázásnak, hogy a Dunakanyarban van egy élvonalbeli vízilabda, hogy az valami fantasztikus. Az az adottság, ez a személyi konstelláció majdhogy nem predesztinálja őket, hogy a csúcsra vezessék ezt az egész tevékenységet, amit most folytatnak. És alkalmasak arra, hogy ebből valóság legyen. És mindenképpen le szeretnél egyszer menni egy OB1-es meccsre Lányfalura? Hát mindenféleképpen, persze. Közel is van, meg gyönyörű. Nagyon szeretem a Dunakanyart.